Biztosan emlékeztek még rá, ha néztétek a tavaly novemberi Közgáz TV adását, hogy egy új műsorblokkal bővült a paletta. Akkor láthattátok először a tanárportrét. Megígértük, hogy ezentúl minden adásban megismertetünk veletek egy-egy tanárt. Mai tanárportrénk főszereplője Váradi László. Köszönjük tanár úrnak, hogy elfogadta a felkérést. Vágjunk is bele! Meséljen nekünk, hol született, hol nőtt fel, hova járt általános, illetve középiskolába. Kiskunmajsán születtem, Kiskunmajson végeztem általános és középiskolás tanulmányaimat. A gimnázium neve Szilárd Áron gimnázium, ő egy református lelkész volt, püspök, 23 nyelven beszélt. Meséljen nekünk feleségéről, gyermekéről. Feleségemet a sportnak köszönhetem, a tornának, akrobatikának, ott találtam meg, ott találtunk egymásra. A gyermekem 7 éves múlt, elsős iskolába jár. Szereti a mozgást, úgy néz ki, hogy örökli is a mi mozgásigényünket. Meséljen nekünk egyetemi éveiről. Először a főiskolás egyetemet mesélném el. Nyíregyházra jártam főiskolára. Előtte még próbálkoztam egy műszaki főiskolával, mivel a rendszerben akkor ideológiai nem támogatta a pedagógus pályára. Egyszerűen a fényképeim is meg lehet látni, hogy minisztráltam, tehát a vallásos ideológiai nézeteim miatt azt mondták, hogy nem pedagógusnak való vagyok, kommunista erkölcs miatt. Így ki kellett hagynom 2 évet, azután elmentem a Kecskeméti főiskola után Nyíregyházára. Most már bánom, mert a műszaki azért érdeklőd, de műszaki pálya után. De így Nyíregyházára mentem el, ott elvégeztem az orosz és testnevelési szakos tanári diplomát szereztem. Majd sokáig edzősködtem, de mivel megszűnt a sportra való támogatás, így láttam az idejét annak, eljött az idő, hogy képeznem kell magamat. Testnevelőtanárként 91-től kezdtem el tanítani, és így elvégeztem a Pécsi Egyetemet testnevelés szakon, majd néhány éve befejeztem a BME Műszaki Egyetemnek a pedagógus továbbképző és költségvetői szakát. Miért választotta a sportot? Sportot? Hát én is kiskoromban izgőmozgó voltam, mint sok hasonló kisgyerek, és megtetszett. Szerettem én is focizni, de a torna az jobban közel állt hozzám, mivel egyéni sportág, és ha én ott vagyok edzésen és dolgozom, akkor a csapattársaim nem befolyásolnak. Igaz, ez is csapatsportág is, mert csapat létszáma 6 fő, ha egyikünk rosszul teljesít, akkor még a másik 5 eredménye benn marad, de ha már 2 ember betlizik, mint világversenyeken is szokott előfordulni, akkor már a csapatot is sújtja. Miért választottam a tornát? Szerettem volna mindig ilyen kunsztokat csinálni, ugrabugrálni, kézen járni, kiskoromban, minden tanulás nélkül én is ilyeneket csináltam. Így kezdődött. Milyen eredményeket ért már el? Eredményeket az 2 részre bontanám. Tornában, illetve akrobatikában. Tornában a középiskolás versenyeken nagyon jó csapatunk volt Kiskunhalason. Második, harmadik, negyedik helyezéseket értünk az országos bajnokságokon. Mondanom se kell, hogy ilyen ellenfelekkel versenyeztünk, mint dr. Magyar Zoltán, 2-szeres olimpiai bajnok, akkor még az, csak ő is a szárnyát bontogatta, de ő a Ferencvárosban tornázott, és a csapatukat nagyon megvertük, mert ott 2 nagy sztár volt, de nálunk meg egységes csapat volt. Egyesületi szinten Nyíregyházán főiskolá csapatában bajnokságot nyertünk másodosztályban, ja, NB1-ben már ott nehezen tudtunk volna indulni, mert tanulmány mellett nem tudtuk volna összeegyeztetni annyira a sportolást. Egyéniben 5. voltam tornában, lólengés a kedvenc szerem, ezt majd a képeken is meg lehet látni. Akrobatikában ott sok magyar bajnoki címet nyertek a tanítványaim, és mivel azért mondom, hogy tanítványaim, mert én is részese lettem a bajnoki címeknek, mert férfi párosban, illetve férfi négyesben indultam hazai, sőt nemzetközi versenyeken. Válogatottban, Zalaegerszegen megnyertük a férfi páros versenyt, ami ez nagyon nagy siker. Több nemzetközi versenyt is végeztünk elő, első helyen, négyesben meg sok magyar bajnoki címet nyertünk. Melyikre a legbüszkébb? Legbüszkébb? Hát természetesen a válogatottban elért sikerünkre vagyunk a legbüszkébbek, meg én is, mert ott külföldi versenyzők is voltak, nem csak magyarok. Diákjai milyen eredményekkel büszkélkedhetnek? Közel 150 magyar bajnoki címet nyertek. Meg se tudtam számolni, hogy hány nemzetközi versenyen arattak sikert. 1986-tól vettek részt tanítványaim világversenyeken, utána minden évben, 2 évben
évenként volt EB, két évenként világbajnokság, ott voltak a versenyzőim. Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy a világ élvonalában voltunk. Mi a 89-ben a ifjúsági világbajnokságon Sajgál Boros páros két ezüstérmet nyert, 300-attal maradt le a dobogóról. Férfi párosom negyedik volt az EB-n, a férfi négyesem világkupán két érmet nyert, egy ezüst és egy harmadik helyet, míg EB bajnokságon két harmadik helyet, tehát ez fantasztikus volt. Abban az évben ők lehettek az év sportolói, női párosom meg mesterfokú bajnok lett, tehát 89 volt a csúcs számunkra. Mi is ez a Váradi Akrotím? A Váradi Akrotím összefügg a sporttal természetesen, az akro az akrobatikára utal, és hát sportszervezés a fő profilunk. De informatikától kezdve egyéb sporttal és szervezéssel, oktatással kapcsolatos témákkal. Hol van lehetőség az iskolában sportolni? Iskolában, közgázban, a tornateremben, meg az udvaron, ha jó idő van. Inkább úgy kellene, hogy milyen sportágakban lehet. Hétfőn kedden az Ági néni, Fülági néni tartja a kosárlabdát, Miklós bácsi tartja a focit, szerdán röpizünk, csütörtökön focizunk, pénteken folyik a torna és az érettségi előkészítő. Hány diák van, aki testnevelésből akar érettségizni? Hát akarni sokan akartak, most 11-en érettségiznek, reméljük. Ők már leadták, tehát alá is írták. Ebből egyelőre hozott érettségi van. Erre büszke vagyok, hogy a városban mi, és én kezdtem el az első érettségi képzést testnevelésben 3 évvel ezelőtt. Milyen kondícióban van a tanár úr? Hát ezt majd mindjárt jövünk felvételizni, felvesszük. Jóban, jónak mondhatónak. Ebben a korban már, amilyennek lenni kell. 3, 2, 1.